semmiféle szakmai egyeztetés nem történt azelőtt, hogy a kormány ezt a döntést meghozta. Mert természetesen minden kormánynak joga van ilyen döntést hozni, előtte viszont azt gondolom, hogy egyeztetni kellett volna a szakmával, egyeztetni kellett volna a civil társadalommal, ez nem történt meg, nem tudjuk azt, hogy milyen szakértőknek a véleményére alapozza a kormány jelenlegi döntését, és nem tudjuk azt sem igazából, hogy van-e már koncepciója arra, hogy milyen új drogstratégiát akar kialakítani. Igyekeztünk a új vezetéssel kommunikációs kapcsolatba kerülni, ennek a sikertelenségéről szeretnék röviden mesélni, ami példanélküli volt eddig 10 éve. Vagyok jó magam is ezen a területen, voltunk Téglási úrnál december 2-án, ami azért döbbenetes, mert hogy ott is megerősítést kaptunk olyan szempontból, hogy nem változik valójában mindaz, amit megígértek nekünk már a KKV-n is, hogy nem lesz új stratégia, és nem lesznek ilyen személyi változások. Hogyha gyakorlatilag a kormány a saját döntésre készítő szervével sem vitatja meg egy ilyen horderejű döntésnek a meghozatalát, mint hogy a drogstratégiát viszonyják, akkor azt gondolom, hogy ez alapvetően megkérdőjelezi a mi szerepünket ezen a fórumon. Egy igen jelentős nemzetközi tanácsadó testület vett részt ennek a nemzeti stratégiának az értékelésében. Az összes szakmai szervezet látta ezeket a szövegeket, nem csupán elfogadta, hanem támogatta is ezeket. Tehát azt mondhatjuk, hogy a szakmai szervezetek véleménye áll emögött a stratégia mögött. Tehát, hogyha a kormány azt mondja, hogy ez a stratégia vállalhatatlan, akkor, mint ahogy a nyilatkozatban, amit most kiadunk, is szerepel, azt is elmondja, vagy kimondja, hogy a szakmai szervezetek véleménye is vállalhatatlan, amelyik azért nem jó üzenet a jövőre nézve. Amikor a nemzeti stratégiát a Magyar Addiktológiai Társaság vitatta, vagy hozzászólt, vagy javaslatokat tett, akkor ezeket az evidenciákat néztük meg, tehát amik egy-egy evidencia mögött, ugye több száz kutatás áll, hiszen az elmúlt időszakban éppen az előző stratégia hatására nagyon sok olyan vizsgálat készült, ami lehetővé tette azt, hogy a magyarországi viszonyokra kidolgozottan tudjuk ezeket a nemzetközi jó gyakorlatokat is alkalmazni vagy adaptálni. A drogstratégia nem hitelvek, hanem tudományos ismeretek mentén kialakított, az emberi élet és egészség megőrzését előtérbe helyező elvek és célkitűzések gyűjteménye. Kiállunk a drogstratégia alapelvei, az emberi jogok, az emberi méltóság tisztelete, az egyenlő ellátás, az egészséghez való jog, a tények elsőbsége, a partnerség és a közös cselekvés, az átfogó megközelítés és az elszámoltathatóság mellett, hiszen ezek a felelős nemzeti drogpolitika sarokkövei. Arra kérjük dr. Réthei Miklós miniszter urat és dr. Navracsics Tibor társadalmi egyeztetésért felelős miniszterelnök helyettes urat, hogy haladéktalanul üljön tárgyalóasztalhoz a szakmai szervezetek képviselőivel és személyes elnökletükkel hívják össze a KKV rendkívüli ülését, hogy a kialakult helyzetet megvitassák és a kormány további lépéseit egyeztessék. Kérjük a kormányt, hogy gondoskodjon a megfelelő költségvetési források biztosításáról ahhoz, hogy ne szűnjenek meg életmentő szolgáltatások Magyarországon. Budapest 2010. december 20, az aláírók pedig a Magyar Addiktológiai Társaság, a Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége, az Ártalomcsökkentő Országos Szakmai Egyesülete és a Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége.